Most valami, mint a pipacsból font koszorú. Hát, ha volna még most tovább is, nem maradnék-e itt tovább is? Előre tehát, hogy az alkalom el ne sikoljék. Aki nem mer, nem nyer, megvan. Ó, széles tenyerű fejem, hogy helységünk kalapácsa, sapraütője szívem hordójának még kételkedel. Ez vésznek előjele, amely még ma lesújt a világra, miként a mészáros taglója lesújt az ökörnek szarva közé. Mert én Kendet utálom, mint a kukoricagrődét. Majd megkalapállak. Kiütött a háború, és dúl! Itt vagyok én is. És itt van velünk Dombrovszky Linda, a film rendezője. Jó estét kívánunk! Hát néhány héttel ezelőtt mi már beszélgettünk, többször is egyébként a librettóban a helység kalapácsáról. Pindrok Csabi azt mondta, hogy Petőfi azért igazán jó forgatókönyv alapot adott itt a munkához, de vajon milyen volt Petőfit rendezni? Mert azért az is ritkán adódik meg egy rendezőnek. Hát ez így nem zakatolt annyira a fejemben közben már, inkább amikor megpróbáltuk ezt a történetet beágyazni egy olyan közegbe, ami egy teljesen új ennek az anyagnak. Ugye van ennek egy 65-ös feldolgozása már, ami egy kicsit klasszikusabb módon nyúlt hozzá a helység kalapácsához. Mi nem akartuk azt természetesen megismételni, fölül írni se akarjuk, egész egyszerűen egy új köntösbe raktuk. De miért pont ez a köntös? Azért kérdezem, mert ugye maga a helység kalapács egy paródia, egy eposz paródia. Amit ti csináltatok, az is egy paródia, tehát egy dupla fenekű bőröndről van szó. Úgy választottad meg a közeget, hogy könnyű legyen kifigurázni? Tehát ugye ez egy western paródia, hogyha úgy tetszik. Hát a cselekmény western, az úgy passzol a westernhez. Igen, így van. Tehát a cselekmény is, a hős, aki a középpontban van állítva és küzd az igazáért, az is passzol a western dramaturgiájához. Továbbá ez a vidék is, ahol játszódik, hát nyilván mi mindenképp kerestünk minél síkabb, minél alföldi vidéket, de egyébként Petőfi is ott élt. Tehát, hogy az egész valahogy így adta magát, hogy a western elemekhez nyúljunk, tehát igazából nem western film, eastern, western, amiben magyaros elemeket társítottunk. És a közönség hogyan fogja ezt fogadni? Azért volt a koncepcióban egy ilyen elemzés, vagy egy ilyen felkészültek arra, hogy azért csak Petőfiről van szó, csak a helység kalapácsa, és akkor most látunk egy western, eastern, magyaros elemekkel kombinált feldolgozást, hogy azért ez egy nagyon sok kérdést is felvet szerintem a nézőkben, és nyilván nagy várakozások elé állít. Hát pont ez az anyag, tehát ezt mondjuk nem lehetne megcsinálni az apostollal, de pont ez az anyag az, ami kiállt, nekem ez meggyőződésem, kiállt azért, hogy még fricskát tegyünk rá, vagy tegyünk bele méghozzá, azért, mert ezért írta a Petőfi Sándor. Tehát nem, egyébként ez egy valós történet volt a falujában, hogy megcsalta a feleségét a kántornak a harangozó, és elcsábította, ezt most olvastam én is egyébként. Tehát egy valós alap volt, de ő egyébként még a korabeli irodalmi tendenciába is akart egyet rúgni, tehát őnek ez egy szándéka volt. Emiatt vettük a bátorságot, hogy mi is bátrabban nyúljunk hozzá, és ne a klasszikus módon, ami egyébként már egyrészt el is készült, ennek egy klasszikus változata. Másrészt én azt gondolom, hogy a mi dolgunk az, hogy nem nyúlunk a szöveghez, de egyébként adunk egy új értelmezést is neki. Ez az új értelmezéshez kapcsolódik, van valami, ami számomra a feldolgozásotokban különösen izgalmas. Vannak olyan sorai ennek a helység kalapácsának, amivel szerintem viszonylag keveset foglalkozunk, de téged nagyon foglalkoztatott, és ez picit kapcsolatban áll azzal, hogy tulajdonképpen a mi kis konfliktusaink itt a Földön, azok a nagy egészet tekintve mennyire lényegtelenek is. Ez miért volt fontos neked, hogy ezzel foglalkozz? Én ugye, amikor elolvastam már több egyszerre, nyilván tettem ezt iskolában is, meg most újra, akkor nekem ez volt a legfontosabb üzenete. Tehát nem az, hogy a paródia, meg az eposz paródia, mert nyilván az adja magát, hiszen az a szavak szintjén ott van, de az, hogy ez sokkal több ennél, és szerintem ezt ki kellett emelni. Nekünk ez volt a vezérfonál, hogy ezt becsomagoljuk, ezt az üzenetét, ami egyébként szó szerint benne is van. Tehát
én így szoktam mondani, hogy kis hangyák vagyunk a Földön, és küzdünk itt a PTNR problémáinkkal, miközben körülöttünk, hát ugye most a globális felmelegedést is egy picit belecsempésztük egyébként a filmbe, és erre is van sor a műben. Ha már a szavakat említetted, meg a sorokat, akkor milyen volt neked ezt a szöveget rendezni, tehát a szöveggel dolgozni, milyen élményt jelentett? Az nem volt könnyű, de leginkább a színészeknek nem volt könnyű, mert hát főleg a Cserna Tóni, tehát a maga a Kántor szerepe azért, tehát hogy őneki vannak olyan monológiai, meg egyébként a Szervit Tibornak is, amik azért eléggé megizosztották őket, de hát le a kalappal, mert hát 14 nap alatt leforgattuk, tehát kellett az ő felkészültségük és tehetségük, hogy ennyi idő alatt felvegyük. György Annának már nagyobb szerencséje volt, mert neki 6 sor, amit hát akkor ez meg is határozta a forgatásnak a hangulatát, nem? Tehát egy néhány kulisszatitkot el tudunk mondani, hogy mégis azért egy ilyen Eastern Western az hogyan zajlik a kamerák előtt? Milyen a hangulat? Hát nagyon jó hangulat volt, be kell valljam, hogy rengeteget nevettünk. Pindrok Csaba is ezt mondta. Egyrészt, hát nyilván a maga történet is adja magát, mindig amikor azért egy vígjátékot nevezzük annak, készít az ember, akkor, bár én még nem csináltam, akkor nyilván az eleve adja magát, hogy a szöveg szintjén is vicces dolgokat adódjanak. Hozzájött mindehhez a jelmezés, ami nyilván elég egyedi, volt számukra is, meg nekünk is, és hát hozzájött az, hogy egy nagyon jó csapat működött együtt, felkészülten dolgoztunk, és az mindig egyszer csak egy játékba viszi, és nem kényszer munkába. És akkor még áruljuk el, hogy azon túl, hogy január 22-én a Duna Televízióban lesz látható a Helyiség kalapácsa, előtte azért lesz még egy vetítés, ha jól tudom. Igen, lesz egy sajtóval egybekötött stábvetítésünk. Mindez csütörtökön, és 22-én akkor a Duna Televízióban végre Vászon is megnézhetjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.